Kedves testvérek, ezen a vasárnapon Isten igéje két özvegyasszonyt állít elénk, akik nagyon szép példát adnak a nagy lelkűségről, a bátorságról és az Istenbe vetett bizalomról. Az, hogy özvegyek voltak, az nem csupán egy megjegyzés, ami a családi állapotukat jelöli, hanem a Szentírás ezzel külön üzenni akar nekünk. Az özvegység jelentette abban a korban a kiszolgáltatottságot, a másokra, a mások jó indulatára való ráutaltságot. Hogyha a Szentírás az elesettséget, a gyengeséget akarta ábrázolni, akkor nagyon gyakran az özvegyeket és az árvákat hozta fel példának, mint azokat, akik egészen a közösség szélére sodródtak, akik egyedül nem tudnak a világban megállni, akik másokra vannak ráutalva. Tudjuk azt is, hogy Jézus korában, hogyha egy asszony az özvegységre jutott, meghalt a férje, és nem volt a családban olyan férfi, aki magához, családjához fogadta volna és gondoskodott róla, akkor nagyon könnyen koldusbotra jutott, elveszítette semmi mindenét, kiforgathatták az örökségből, anélkül, hogy ő a bíróságra mehetett volna. Ugye ismerős Jézusnak az a példabeszéd, ami az özvegyről szól, aki a bíróhoz megy, hogy tegyen igazságot, és a bíró ott nagyon könnyen megtehette volna, hogy nem foglalkozik ezzel az özvegyel, és a példabeszéd szerint éppen csak attól fél, hogy neki esik és megveri, és inkább igazságot szolgáltat neki. De a valóság az volt, hogy nem volt szavuk az egyedül lévő özvegyeknek abban a korban, a bíróság előtt sem. Nagyon szomorú, sorsú emberekről van tehát szó itt a mai szentírási olvasmányokban. A szareptai özvegy, akiről a Királyok könyvében hallottunk, már a halálára készül. Nincs mit ennie, és nincs semmije, amit a fiának enni adhatna. Hány szegény és nincstelen embernek a példája vagy képe ez az asszony, talán a mi korunkban is, akik hasonló sorsban vannak a világban, háborús országokban, vagy olyan vidékeken, ahol egyáltalán nem természetes, hogy a legalapvetőbb szükségletek, az ivóvíz, vagy az élelem meg lenne a mindennapokban. De talán nem is kell feltétlenül távoli országokba menni, körülöttünk is találkozhatunk ilyenekkel. Lehet, hogy egész közel élnek hozzánk, csak nem vesszük észre őket. Jézus azonban észreveszi, sőt, éppen őket nézi, őket látja meg. Azt a szegény özvegyasszonyt, aki elhozta az adományát a templom kincstárba. Látja Jézus, ahogy az emberek tekintetétől félve, talán rejtőzködve is, szégyenkezve a szegénysége miatt, lép közelebb, és bedobja két fillérjét a persejbe. És az ott sürgő-forgó emberek közül nem is tűnik fel senkinek, hiszen nem rá figyelnek, nem gazdag, nem híres ember, nem olyan, akire feltétlenül oda kell figyelni, hanem valójában egy senki az emberek szemében, akinek nincs semmije, de mégis ebből a semmiből is szeretne valamit adni. Az is lehet, hogy néhányan meglátták őt, ahogy bedobja a két fillért, akár meg is szólhatták, hogy csak ennyit tudott hozni. Ez valóban semmi a gazdagok nagy adományaihoz képest. Jézus azonban nem így ítél. Az emberek szívébe lát,
és a szándékot értékeli. Azt, amivel ez az asszony ide hozta ezt a két fillért. És ami a többség szemében jelentéktelen, esetleg megvetés tárgya, arra Jézus szeretettel és csodálattal tud tekinteni. És az élet fontos pillanatainak az ünnepélyességével jelenti ki. Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, az egész vagyonát, a megélhetését. Még a két fillér közül sem tartotta meg az egyiket magának, mégiscsak legyen valamie, hanem mindent odaadott. Valóban teljes szívéből, teljes lelkéből, minden erejével szerette Istent. A két fillérrel önmagát adta oda. Ez a szeretet, az Isten szeretet lényege, ez az odaadottság, az életünk odaadása Istennek. Amikor megéljük azt, és valóban ezt éljük, hogy Istennek nem csak egy részletéhez van köze az életünknek, hanem az egész életünkhöz, hogy Istennek nem csak egy kis időt adunk az életünkből, hanem az életünk minden pillanatát. Szent Ferenc nagyon sokszor írt és beszélt arról, és ez egy kedves fordulata volt, hogy mindent visszaadni Istennek, hogy ez az igazi Isten tisztelet, amikor megéljük azt, hogy semmi nem a miénk, amit kaptunk, az Isten ajándéka, és az életünk odaadása azt jelenti, hogy mindezt visszaadjuk, hogy felajánljuk Istennek, elismerve, hogy mindent tőle kaptunk. Felteszi ez a kérdést számunkra, ez az evangéliumi jelenet, hogy az életünknek milyen területéhez nincsen még köze Istennek. Melyek azok a területek az életünkben, amiben Istent nem engedtük be. Ennek az odaadottságnak azonban, amit ez az özvegyasszony megél, és amit az az özvegy, aki Illéssel találkozik, és odaadja neki az utolsó marék lisztjét, az utolsó kenyerét, ezek, akik megélik ezt az odaadottságot, ennek a feltétele a bizalom, a ráhagyatkozás lelkülete a gondviselésre. Mindketten, mind a két özvegy asszony bízik abban, hogy Isten gondoskodni fog róluk, hogy Isten nem feledkezik meg róluk, hogyha ők maguk nem tudnak gondoskodni magukról. Hányszor megrontja mi életünket az aggodalmaskodás, vagy az önmagunk miatti aggódás. Persze, hogy fontos az, hogy okosan gondolkodjunk magunkról, meg azokról, akik ránk vannak bízva, de mégis, hogy ez a magunkról való gondolás fontos, hogy ne legyen akadálya a nagy lelkűségnek. És erről is van egy történet Szent Ferenc életében, amikor közössége megalakul, nem az ő szándéka szerint, hanem ahogy írja, jó Isten ad mellé testvéreket, és elmegy a pápához jóváhagyást kérni az ő életformájukra, aminek fontos része az, hogy azt mondja, hogy semmit ne birtokoljanak a testvérek, semmi ne legyen az övék, semmit ne mondjanak magukénak ebben a világban. És akkor a pápa ilyen nagyon józanul gondolkodva próbálja őt rábeszélni arra, hogy hát azért egy kis birtokot, vagy valami földet, vagy mégis amire lehet építeni, amiből majd lesz annyi jövedelmük, hogy fennmaradjon ez a közösség, és hát ne legyenek ennyire kiszolgáltatottak. És erre mondja Ferenc azt a választ, hogy ha lenne egy kis birtokunk, akkor már elkezdenénk aggódni emiatt.
hogy ezt meg kell védeni, meg kell őrizni, akkor már fegyverek kellenének, akkor már katonasság kellene mellénk, és így elveszne mindaz, ami az evangélium lelkülete. Ugye valahogy így működik az életünkben is, hogy hogyha van valamink, akkor ezt meg kell védenünk, és minél több mindenünk van, minél nagyobb a vagyonunk, vagy vagyon az embereknek, azt látjuk, hogy annál nagyobb és vastagabb falakat építenek a házuk köré, és jelképesen maguk köré is, hogy annál nagyobb az aggodalmuk. Nem úgy történik ez az életünkben, hogy minél több mindenünk van, annál nyugodtabbak vagyunk, és annál inkább tudjuk rábízni magunkat az életre, vagy a Jóistenre. Aztán tanítanak ezek az özvegyek még bátorságra is minket. Odaadni azt a keveset, amink van. Ebben a korban azt írják a Szentírás kutatók, hogy az volt a szokás, hogy ha valaki a templomnak akart adományozni, templom belsejbe akart akár csak pénzt dobni, azt előtte be kellett mutatni a templomban szolgáló papoknak, és amikor ők jóvá hagyták, hogy ez tiszta és nem tisztátalan, a templomba lehet adományozni, akkor vihették csak a belsejhez. Vagyis elképzelhetjük azt, hogy ez az özvegy is hogyan mehetett oda a templom papjai elé ezzel a semminek tűnő adományával. Hányszor megkísért minket is az a gondolat, hogy hát mi nem tudunk semmit adni, vagy amit adhatunk, az igazából semmi, úgyhogy inkább nem is adjuk oda. Mennyire vigasztaló az, hogy Jézus a szándékot látja és nézi, és nem a mennyiséget, a jóra törekvést, a küzdelmet, és nem a látható sikert, vagy a teljesítményt. És itt már nem csak az adományokra gondolhatunk, hanem valóban arra is, amit ugye az életünkben elérünk. Lehet, hogy nem látványos az a siker, de van, akinek csak pár lépés is óriási eredmény és hatalmas küzdelem, másnak pedig nagyon hosszú táv befutása is könnyen megy. Jézus tudja, hogy azt írja az evangélium, hogy tudta, mi lakik az ember szívében, tudja, hogy mi lakik a szívünkben, és meglátja azt a szeretetet és szándékot, amivel adjuk azt, amit adhatunk, amivel adjuk önmagunkat annak, aki egészen odaadta magát értünk.